Üdvözlöm a Gotthard Televízió nézőit! A múlt héten volt a 92. ünnepi könyvhét. Ez alkalommal kortárs magyar írók köteteiből válogattam. Első könyvemet Vámos Miklós írta, címe Zengazének. A regény cselekménye 1955-ben és 1956-ban játszódik. Öcsi, a főhős 6 éves. Én is 6 éves voltam akkor, de Öcsivel csak annyiban vagyok azonos, amennyiben mindenkivel, aki a ma zűrös időszakban velem együtt volt nagycsoportos óvodás, majd első elemista. Hogy mi minden történt velünk ezentúl, az itt most nem sorolom, remélem benne van a könyvben. Úgy érzem mindazt, amit a regény főszereplője nehezen képes fölfogni és földolgozni, azt az én nemzedékemnek máig sem sikerült teljesen megemésztenie. Változatlanul küszködünk a 2-es, 3-as, 4-es nevelés gondjaival, egyszerre hat ránk a vallás, a politika, a szerelem, a faji hovatartozás, a barátság, a családi kötöttségek, minden gondja és öröme. Az első kiadás idején, 1983-ban egy-egy szövegrészt törölni kellett a kéziratból, művészeten kívüli szempontok kényszere alatt. A kimaradt bekezdések e kiadásba visszakerültek, de azt hiszem, emiatt nem érdemes megvenni. Nem politikai szenzáció, regény. Ajánlom mindazoknak, akikben felnőtt fejjel is él még a gyerek. Ilyen soká, írta az akkor új 1996-os kiadás fülszövegében a szerző. Azt a kiadást az elmúlt 21 évben 2 újabb is követte már. Az újabb és újabb olvasóknak azonban érdemes lesz megvenniük ezt a még újabbat is. Hogy ismét meggyőződhessenek róla, bizony, hogy szenzáció ez a regény, így 34 év múltán is. Következő magyar íróm Kordos Szabolcs, mégpedig len a kötete címe Eszem-iszom Hungary. Éttermesek és vendégek a pácban. Milyen bűnös titkokat őriznek az éjszakai mulatók sokat látott alkalmazottai? Miként válik a konzerv töltött káposztából luxus éttermi főfogás? Mi hever a tányírunkon valójában, és egyáltalán hogyan került a csizma az asztalra? Az Eszem-iszom Hungary Kordos Szabolcs nagy sikerű Hungary sorozatának 4. darabja. Most változatlan tartalommal, de új külsővel jelenik meg a sorozat legújabb Restaurant Hungary című 8. kötetével egy időben. Első osztályú éttermek, lángosos bódék, késdobálók és trendi bárok kulisszatitkairól rántja le a leplet. Tartson velünk ezen a különleges utazáson, ismerje meg a vendéglátósok trükkjeit, történetét és nem utolsó sorban azt, hogyan élnek túl bennünket, nem éppen problémamentes vendégeket. A szórakoztató riportkötet a pult mögé vezeti az olvasót a konyhai lengőajtón túlra, valamint megmutatja azt is, hogyan viselkednek a hazai és nemzetközi sztárok a vendég szerepében, illetve mit teszünk mi, egyszerű földi halandók, amikor egy üveg bor társaságában kieresztjük a gőzt. Merüljön alá a vendéglátás világába, és garantáltan másként néz körül, a legközelebb ételt vagy italt rendel. Nagyon érdekes olvasmány. Következő íróm Fodor Petra, Egy pillanat bátorsága könyv címe. Az írónő stílusa laza, fiatalos, szerethető. 2 lány, 2 nagyon különböző élet. Dóra, a kezdő író, egy angliai egyetem falai között keresi önmagát és leendő hősnőjét. A siker felé vezető út rögösen indul, de végül Dóra belevág a nagy műbe. Miközben a belső és külső világgal ismerkedik, szembesül a múlttal, a családi tragédiák eddig elkendőzött rideg valóságával. Ebbi igazi belevaló bulizós angol egyetemista, egy híres bohém drámaíró unokahúga, akinek minden adott a boldoguláshoz. Ám miközben kreatív írás tanul az egyetemen, rá kell jönnie, hogy egy neves rokon még nem jelenti azt, hogy az ember maga is tehetséges. A 2 lány sorsa óhatatlanul is összefor. A mindig rosszul választó Ebbi és a választani képtelen Dóra megtalálja a végén a szerelmet. Rálelnek-e életük értelmére? melyikükből lesz író, és kinek nyit az idő újabb lehetőségeket. Fodor Petra első regénye az útkeresésről, a lehetőségekről és a szerelemről elvarázsolja az olvasókat. Magával ragadó, kellemes, könnyed olvasmány. Következő szerzőm H. János, a Mégarász, a kötet címe. 3 szereplő, 1 történet. Mindhárom áldozat, mindhárom elkövető, és azok is ők 3-an, akik véletlen keverednek az eseményekbe. 1, ki a mesék világa felől szemlél, 1, ki az okokat kutatja, 1, ki vádakat olvas a világra, hogy miért olyan, amilyen. 1 férfi és 2 nő. Mindhárman ki akarnának keveredni a napvilágra, mégis ott bolyonganak valahol a mélygarázsban. 3, szerelem utáni élet és egy valahai szerelmi viszony 3 sarka, és egy készülődő titokzatos bűntett. Mit jelent élni, érezni, kötődni, sorsot építeni? Mit jelent egy olyan világban lenni, ahol minden élet egyedi és autentikus, de az életek között világa teli van hamissággal? Számvetés azzal, ahogy élünk és éltünk, és egyben sors és korkritika a mélygarázs. Sodró monológok, meghökkentő gondolatfutamok, a múlt és az életépítés kendőzetlen feltárása. Szembesítés képzeteinkkel és tévképzeteinkkel. 3 ember különálló és közös sorsa, 3 monológ, ami egy pillanatra sem idegen tőlünk, mert rólunk beszélnek, mert belőlünk vannak összerakva. Fogják a kezünket, és végigjárják velünk a földmélyi termeket, nem csak az ő világukat, hanem a miénket is. Csípni fogja a szemünket a füst, néha úgy fog tűnni, teljesen elfogy a levegő, és fájni fog, de nem csak a fejünk. De mégis érdemes végigjárni a föld alatti világot, mert így van esélyünk, hogy elérjük a napsütötte sávot. Mi kiléphetünk, míg a szereplőink visszafordulnak, hogy kézen fogják, és a félhomályos termeken végigvezessék az újabb vándort. És utolsó könyvem, nem utolsó sorban, Erkelényi Angelika, Róma, Róma. Különleges utazás, humorral, szerelemmel. Caroline Wood, a neves londoni magazin rovatvezetőjeként folyton keresi az izgalmas történeteket. Egy nap hírt kap egy legendás római házról, melyet a helyiek csak így emlegetnek. La Casa Bell Amore, a szerelemház. Azt beszélik, aki beköltözik ebbe az épületbe, arra varázslatos módon rátalál a szerelem. Káró úgy dönt, hogy egy ilyen fantasztikus sztorit nem hagyhat ki a rovatából, ezért Rómába utazik, bár a kedvese egyáltalán nem örül ennek. A különös kalandokba keveredő újságírónő lelkesen kutat a romantikus, rejtélyes legenda után, aztán egyik pillanatról a másikra egy cseppet sem veszélytelen nyomozás kellős közepében találja magát. Mindeközben felfedezi az örök várost, megismer egy határozottan vonzó olaszt, aki miatt felteszi magának a kérdést. Vajon elég erősek-e az érzelmei Barcelonában élő szerelme iránt? Meddig tarthat egy kapcsolat, ha havonta csupán pár napot tölthetnek együtt? Erkelényi Angelika, díjnyertes sikerszerző, Caroline Wood sorozatának új része humorával, titokzatosságával és bájos romantikájával ismét lebilincselő élményt nyújt az olvasóknak. Az elmaradhatatlan vers. Tóth Enikő, egy őszi nap. Sárguló levéle megfáradt tenyérben vágyadó, kék égen ébred az ősz. Virágszirmán ülve, hidegben meghűlve, halkan elmerülve, így elidőz. Őszi délutánon múló hervadáson lassan meg kell álljon, égre tekint. Sötét őszi este levéllel belepve, nyarakat felejtve hozza a hírt. Őszi éjszakából, távoli világból, csillagok titkából fényszavait. Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit a Móra Ferenc Városi Könyvtárba.